Itt a Country Partyban ezúttal egy különleges vendéget köszönhetünk, már csak azért is, mert nem a country műfajról ismeretes, de talán kevesen tudják, hogy Svédországban megnyerte tehetségkutató versenyt, és tudom, hogy idehaza is nagyon-nagyon sokan a szívükbe zárták Mr. Joe-t. Nagy-nagy szeretettel köszöntünk. Üdvözlöm téged! Örülök, hogy itt lehetek. Igaz, hogy nem igazi country énekes vagyok, de én nagyon sok műfajt próbáltam, és nekem tulajdonképpen minden műfaj bejön. A country, főleg a mai country, az már nem csak igazi country, hanem ilyen poppos, rockos, aranyos zene. Tehát az a fajta country zene, ami már egy kicsit rockosabb, azért ezek szerint a neked igazándiból egy a rock zene az, ami talán, vagy egy kicsit a rockosabb country zene? Hát egy kicsit olyan, az a kicsit olyan keményebb, mivel olyan karcos hangom is lehet. És is lehet. A Platters-es korszakodról mit lehet tudni? Hát hogy kerültél te oda? Ott tulajdonképpen a Platters-el azokkal úgy jöttem össze, hogy ők szoktak jönni Európába évente, és akkor bizonyos zenekarok kísérték. És meghallottak engem is, és az én zenekaromat, és mondták, hogy ők velem akarnak jönni. Hát az megint egy másik zene volt, az az igazi amerikai Motown zene, ami egy ilyen aranyos, ilyen meleg, olyan... az az igazi feka zene, tehát... Mostanában, aki kíváncsi rád, az hol láthat téged, hol hallhat? Hát mostanában inkább a Facebookon tudnak hallgatni engem, mert oda vagy a YouTube-on rakom fel. Mondjuk van egy zenekar, a Felkai Mikivel is, a Fantomos zenekar, ahova feltettük egy nemrég elkészült lemezünket, ahol van 5 vagy 6 darab szám, ami ugye a Color zenekarból, meg újak is vannak fent. Más zenekarban megnézhető vagy, hallható vagy? Van még egy ukrán zenekar, úgy hívják őket, hogy Crystal Knight. Ővelük is nemrég csináltunk egy nagy lemezt, és Angliába is szerepeltünk egy rádióba, ami nagyon jó sikert aratott, és nem sokára készítünk egy videófelvételt is, egy videoklipet. Most pedig bebizonyíthatod, hogy nem áll tőled annyira távol ez a country műfaj, hiszen választottál egy igazi régi country énekestől egy dalt. Mi lesz ez? Egy Kenny Rogers dalt választottam, a Lady-t, és én úgy tudom, hogy ezt Lionel Richie írta, és pont ezért az alkalomért, hogy eljöhessek ide hozzátok, ezért fogom énekelni ezt a dalt. Akkor szerintem nincs más hátra. Nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél és elfogadtad a meghívásunkat. Halljuk ezt a dalt Mr. Joe-tól, Lady. Lady, I'm your knight in shining armor. And I love you. You have made me what I am, and I am yours. My love, there's so many ways I want to say I love you. Let me hold you in my arms for evermore. Yeah.